Sziasztok! Üdv újra a csatornámon! Ha pedig most találkozunk először, akkor szia, én Jössze vagyok, és ez itt az Anya mindenhez is. Itt van már a november közepe, és biztos vagyok benne, hogy az embereknek most legtöbbjüknek az jár a fejében, hogy mit hozzon a Jézuska, hogy mikor tudják ezt majd beszerezni, mennyibe fog kerülni, és hogy egyáltalán mi legyen az. Azért készítem most ezt a videót, mert hát ha tudok nektek egy kis segítséget adni, hogyha már régóta kattogtok rajta, hogy mi legyen az ajándék ennek, vagy annak a családtagnak, rokonnak, barátnak, és hát ha elő tudok rukkolni egy olyan ötlettel, ami éppen nem jutott eszetekbe, és hasznotokra válhat. Most szeretnék olyan dolgokat itt felsorakoztatni nektek, amik nálunk a családban előfordultak, kaptuk, adtuk, vagy ötlet volt, de aztán esetleg nem valósult meg, vagy ötlet, és majd lehet, hogy egyszer megvalósul, és bízom abban, hogy aztán tényleg ebben lesz nektek majd a megoldás. Főleg most lenne ez fontos ebben a vírus helyzetben, mert még annyira sem szeretnénk járni az üzleteket, mint az előtt, és most is időben szeretnénk legtöbben szerintem túlesni ezen az egészen, hogy majd aztán az utolsó pillanatban kapkodók között már ne kelljen lavírozni. Úgyhogy én is most már egy ideje tárgyaló félben vagyok a Jézuskával, és igyekszem minél előbb kipipálni ezeket a dolgokat, hogy aztán már tényleg nyugodtan készülhessünk az ünnepre, mert szerintem ennek a fogyasztói társadalomnak köszönhetően óriási stressz, ami ér minket itt az ünnepek környékén, és nagyon nem ez lenne az egésznek a lényege. Most, amiket elmondok, azok nem csak kifejezetten karácsonyi ajándékok voltak nálunk, hanem mindenféle különleges alkalomnál előfordultak. Nagyon-nagyon eltérő árkategóriákról, nagyon-nagyon eltérő dolgokról lesz itt most szó. Lesz sok olyan, ami nem csak egy-egy ember adta a másiknak, hanem összefogott a család, a csapat, és így aztán egy értékesebb, egy nagyobb kaliberű dolgot is tudtunk ajándékba adni vagy kapni. Én, mint azt már a bevásárlós videómban is mondtam nektek, én egész éven át nyitott szemmel és füllel járok, és ahogy felmerül egy ötlet, véletlenül elkottyint valaki valamit, hogy tönkrement, vagy szeretné, rögtön felvésem magamnak a telefonomban, mert aztán tök jó ilyenkor ünnep közelettével hozzányúlni, akár másoknak, akár hogyha engem kérdeznek például a szüleink, hogy a gyerekeknek, meg a tisnak, mi legyen karácsonyra, stb. Stb. Úgyhogy ez egy jó módszer, hogyha ezt közbe-közbe felírjátok, mert én magamból kiindulva következő órában már nem emlékszem rá. Próbáltam az itt összeírt dolgokat valamilyen rendszerbe foglalni, és aztán igazából a kor és a nem volt az, ami alapján próbáltam őket felosztani. Persze lesz aztán ebben olyan, ami nemtől függetlenül bárkinek lehet ajándék, de ahogy röpködtek az ötletek a fejemben, azért úgy érzem, hogy maga a jegyzetem is elég kaotikus lett, össze-vissza firkáltam. Remélem azért átlátható és érthető leszek, vagy csak egyszerűen kikapjátok belőle azt a mondatot, ami nektek aztán majd segítséget adhat. Előre bocsájtom azt, hogy én nekem, meg nekünk itt a családban, Attisnak sem nem okoz problémát az, hogyha nem új holmit kapunk, hogyha használt holmit kapunk. Ugyanúgy, ahogy egy antikvár könyv is egyre értékesebb. Mi nagyon örülünk neki, hogyha megörökölt, vagy valakitől használtan vásárolt játék érkezik, vagy berendezési tárgy.
ezek, hogyha jó állapotban vannak, szépek és ellátják a feladatukat, akkor mind anyagi, mind környezet tudatossági szempontból én ennek csak örülök, mert akkor nem fektettünk bele pénzt, energiát, és nem szennyeztük a környezetünket egy új holmi legyártásával. Úgyhogy nálunk majd a történetekből látjátok is, hogy volt erre precedens, és még lesz is, ebben egészen biztos vagyok. Vágjunk bele, mert attól tartok, hogy nagyon hosszú leszek. Bendegúz az első karácsony, akkor 7 hónapos volt, akkor a Jézuskától ő egy zenélő, táncoló télapot kapott, tévedés, a Mikulástól kapta ezt, és aztán pedig a Jézuskától egy villogó, mozgó és szirénázó rendőrautót. Ez mind a kettő még annó a miénk volt a testvéremmel, és anyukám csodálatos állapotban megőrizte őket, teljesen működőképesek, és minden mellett megkértük aztán a mamákat is, hogy ha lehet, akkor csak valami jelképes dologban gondolkodjanak. Így aztán együtt kértünk a Jézuskától egy sportbabakocsit, azt kapta, az volt a legfőbb tétel igazából a karácsonyfa alatt, mert az akkor éppen nem volt. Aztán Abigailnél most például a Jézuskától egy új szőnyeget kértünk a szobájába, és minden mellett pedig az apróságok, amik majd ténylegesen a Jézuska falát, ez azok többnyire a testvérétől, a testvére kinőtt baba játékai lesznek, hogy azért pontogathasson is egy kicsit, bár még azért ő, hogyha kicsi hozzá így 9 hónaposan, már azért lesz hatása. De ilyen összebeszélésekből más-más alkalmakra volt, hogy autósülést kapott Abigail, volt, hogy Bendegúz a névnapjára polcokat kapott a szobájába, ahol aztán el tudta rakni a játékait, úgyhogy hasznos dolgokban is gondolkozunk, mert szeretném, hogyha a gyerekek is megtanulnák, hogy nem csak a játéknak örülünk, hanem minden másnak is. Rendszeresen elmondom a mamáknak, és súlykolom beléjük, hogy nem kell méregdrága ajándékot vásárolni, mert azért egy 2-3 éves gyerek, meg egy pár hónapos picúr még ugyanúgy teszi tönkre a 3000 forintos játékot, mint a 30000 forintos játékot. Maximum az én fájdalmam nagyobb, hogyha egy drága játékot tett tönkre, ezért kérem őket, hogy mindig valami olcsóbb játékban gondolkodjunk, mert nekik még nem számít a pénz. És akkor, hogyha úgy gondolják, hogy többet szánnak az ünnepekre, ha többet szánnának az unokákra, arra az ajándékra, akkor azt tegyük be a gyerekeknek a megtakarítási számlájára, és annak egyszer majd nagyon-nagyon fognak örülni. A következő karácsony az már majdnem 2 év, hát azért még nem, egy év, 7 hónapos volt, igen. Akkor már érkeztek ruhák, érkezett ágynemű húzat a Jézuskától. Azt is nagyon szerettem, mert a kedvenc figurái voltak rajta. Volt mesekönyv benne, már az első kreatívkodós holmikat is beszereztük. Volt gyurma, vastag, puhahegyi, színes ceruzák, zsírkréták. Rengetegféle ilyen holmit lehet kapni már egészen kicsikorra. Volt benne vízfesték, de lehet kapni olyan színezőt, kifestőt, vagy akár festőszőnyeget, ahol vizet kell tölteni az ecsetbe, és nem kell félni tőle, hogy az egész házat összemázolják. Illetve ekkor érkezett a diavetítő, ami még szintén a miénk volt a hugommal, és először, hát ugye csodálkozva figyelte, hogy vajon mi ez a kütyű, és kapott hozzá új diákat is. És annyira megtetszett neki ez az egész mozizás, hogy azóta rendszeresen kér a húgomtól új diákat hozzá, mert már rongyosra olvastuk az előzőeket, lehet kapni interneten, könyvesboltokban, és nekem is olyan jó kis nosztalgia diavetítőzni. Aztán már érkeztek pár darabos kirakók is, azokat is nagyon élvezte, nagyon gyorsan megtanulta őket kirakni. Utána a
két és fél éves kora utáni karácsonykor konyhát kapott a Jézuskától. Már előtte láttam, hogy a babamama klubban is gyakran játszik vele, és tetszik neki. Ha ez bejön a gyerkőznek, ezt is lehet bővíteni, mert vannak hozzá zöldségek, gyümölcsök, eszközök, amit csak akartok. Ez is egy jó lehetőség. Aztán most, jelenleg, Dino és Kalóz Dili van nálunk, meg azért még közben Mancserjárat is bejátszik. Viszont ebbe az irányba is nézelődtünk, és gondolkodtunk, viszont most már érdeklik a foglalkoztató füzetek, készítenek ekkor a gyerekeknek már újságokat, illetve készítenek rejtvényújságokat. Kétszer is kapott már, és mindegyiket Pikpak kitöltötte, nagyon tetszett neki. Aztán hát régóta rágja a fülünket egy emeletes ágyért, gondolkodtunk a születésnapjára majd emeletes ágyban, mert még rövidebb ágya van, mint a normál méret. Viszont én borzasztóan félek még tőle, hogy a 4 éves gyerek full kómás, amikor reggel fel kell, akkor lájul az ágyról. Ezt még meglátjuk. Vannak már társasjátékai, amikkel kedvtől függően játszunk, tehát vagy végigjátszol, vagy időközben feladja, de hogyha társasjátékot szeretnétek, egyre több van már 3-4 éves korosztálynak, és hogyha nem ismeritek, akkor nagyon soknak a videóját meg lehet találni a YouTube-on, ahol elmagyarázzák, hogy mi a játékszabály, hogy néz ki a játék, stb. Így már azért sokkal könnyebb választani. Van már memóriája, nagyon ügyesen memóriázik, most kapott dominót, képes dominót, nem a pöttyöset, és ezt is nagyon élvezi, ügyesen is játszik, nagyon gyorsan megtanulta, illetve már vannak kártyajátékai is, amivel szokott játszani. Van duplója, amivel többször is szoktunk építeni, de most már nagyon érdeklődik a legók iránt. Legókhoz még azért egy picikét fiatalnak tartom, de már egy-két kisebb készletet kapott. Aztán meglátjuk, hogy mikor érik meg rá. Még sok segítséget kér benne. Sok folyamatos fogyóeszközök nálunk a kreatív holmig, összekeverednek a gyurmák, nem lesz elrakva rendesen, és kiszárad, a filcek kiszáradnak, a nyomdákból kifogy a tinta, úgyhogy ezt is lehet folyamatosan pótolni. Én sokszor nyomtatok neki színezőket, mert ha különálló lapon van, akkor a vízfestékkel is ki lehet festeni, meg ragaszgatni is lehet rá, meg olyan képet választasz, amilyet szeretnél. Rajta van még a listámon a papírsárkány és a lengőteke, ezeket majd szerintem a születésnapjára tartogatom, mert májusban ezeket már akkor lehet is használni. Folyamatosan érkeznek, ugye, mint mondtam, a diák a diavetítőz, meg könyvek is, illetve most idén a Jézuskától a Logico Primo nevű táblás játékot kértük, amiben különböző korosztályoknak más-más témában lehet mappákban feladatlapokat venni, megoldja feladatlapot, és ha megfordítja maga, le is tudja magát ellenőrizni. Kölcsön kaptuk barátaimtól, és nagyon tetszett neki. Illetve ugye a gyerekszobában nagyon jó kis tárolókat lehet kapni, például kedvenc figuráikkal, vagy színeset, vagy mit tudom én, ilyen-olyan formákat, ami hasznos is, meg igazából őt is azért feldobja. Kapott már ezen kívül most köntöst, mamuszt, de az evidenciákban nem nagyon szeretnék belemenni, mert így is hosszúra nyúlunk. Attól függ mondjuk, hogy kinek mi az evidencia. Kisiskoláskorban annyira nem tudok nyilatkozni, mert megmondom őszintén, hogy nekünk ez az időszak még és már kimaradt az unokatesóknál is. Nekem az unokaöcsém most 10 éves, és ő például már simán élményt kért inkább a születésnapjára, mert nagyon sokféle játéka és ilyesmije van. Úgyhogy itt már lehet gondolkodni. Színházjegyben, bábszínházjegyben, játszóházban voltunk, mi viározni voltunk vele, meg kirándulásokban, ott alvós buliban, nagyon sok ilyesmiben. Ő már ilyesminek nagyon örült. Aztán nálunk az unokatesók tinédzserek, mindig bajban vagyunk vele, hogy vajon minek örülnének, de aztán szerencsére nem okoztunk még csalódást. Kaptak már tőlünk sportkamerát, azért ezek ugye elég drága mulatságok, hogyha az ember itt körülnéz, és valami sok funkciósat akar, mi ezért akkor valamelyik kínai rendelős oldalról szereztük be, de bevált, nagyon örültek neki, és tudták is használni. Aztán kaptak drónt,
de olyan drónt, ami még inkább csak játékdrón. Ugye a távirányítását meg lehet vele tanulni, illetve azt hiszem még egy kis rövid videót is tudott rögzíteni. Sportórát vagy sportkarkötőt, aktivitásmérőt is lehet. A keresztfiunk például tavaly azt kérte a Jézuskától, hogy szeretne kismotorra jogosítványt szerezni, és akkor mindnyájan ebben próbáltunk segíteni. Aztán sokszor kaptak tőlünk élményt, egyre többször most már, és úgy néz ki, hogy ez be is jön, mert velük is volt VR, de gondolkodtunk, volt gokárt, de gondolkodtunk már kalandparkban, szabaduló szobában, moziban voltunk, sokdés moziban voltunk. Ebből is sok a lehetőség. Aztán kaptak már tőlünk Xbox Live előfizetést, ahol tudtak együtt játszani. Aztán új játékot, volt, hogy csak magát a játéknak a kódját, és letöltötték maguknak. Ezekhez kiegészítőket, fülhallgatót, kontrollert, kormányt, hangfalat, hangszórót, telefonhoz hangszórót. Itt is végtelen a lehetőség, hogy mennyiféle kütyű van már. A sporthalmikban is megtámogattuk már őket, volt már itt csuka, bicikli, focilabda, kapuskesztyű, sportszár, egyedi mez, sipcsontvédő, attól függően, hogy mi az érdeklődés, ott is körül lehet nézni. Illetve akár gyerekeknél, akár felnőtteknél nekünk volt már olyan ajándék, hogy pendrive-on vagy külső meghajtóra filmek, vagy hogyha valaki nagy filmnézős, akkor akár lehet gondolkodni egy Netflix előfizetésben, vagy egy HBO Go-ban, vagy ilyesmiben is. Lépjünk tovább. Férjek, barátok. A párommal most már évek óta együtt kérünk ajándékot a Jézuskától is, így, hogy nem olyan régen élünk az otthonunkban, mindig van valami, ami még kell, ami még hiányzik. Így érkezett például az ágyunk a matraccal együtt, akkor spóroltunk is rá, illetve meg Jézuskától is azt kértük. De tavaly például szárítógépet kaptunk, idén pedig az autónkra fogunk vonóhorgot kapni, legalábbis azt kértük, és reméljük, hogy megkaptuk, vagy megkapjuk, de kértünk kanapét is. Ez is volt már a listán. Mindemellett ezeket a dolgokat azért nem sugasztjuk be a karácsonyfa alá, azért egy kis apróság kerül, ez inkább általában valami rágcsálnivaló. At is nagy csokis, úgyhogy nála általában ez csoki, nálam pedig olyan dolgok, amiket a sima havi bevásárlásoknál nem engedek meg magamnak, ilyen a pisztácia, a karavánsajt és a kártedor fagyi. A többieknek is én szoktam általában súgni, ugye ezeknek a kis listáknak köszönhetően elég jól megy. Kapott már például Atis bográcsot állvánnyal, szerelőlámpát, esztes teklámpát autószereléshez, jackit, tévét, tévétartó konzolt, az autóba húzatot, az autóba gumiszőnyeget, kapott már szerszámos ládát, ugye férfiaknál nagyon bevált ajándék a borotva, de kapott már trimmelőollót, vagy hajnyírógépet, vagy minikamerát, amit ő az autóba szeretett volna, vagy selfie botot, ami állványra alakítható, és távirányítós, és volt itt is nagyon sokféle dolog. Aztán most akkor átlépek feleségek és barátnők. Vannak nők, akik nem szeretnek munkaeszközt kapni, akár konyhai holmit, akár takarítógépet, takarítóeszköz, semmi ilyesmit. Én nem ezek közé tartozom, én az ilyesmiknek is örülök, hiába melózni kell vele. Én kaptam már konyhai robotgépet, amit a mai napig imádok, kétszer is, meg kétfélét is kaptam az elmúlt 2 évben. Sütés-főzéshez vagy kiegészítőket. Édesanyám kapott már zsebsárkányt, ezt a szakácsfákját. Én nekem régóta fáj a fogom egy maghőmérőre, de barátnőm például forró levegős sütőt kért tavaly, vagy például kerámia sütőtálat, akkor rádiót a konyhába, ha szeret zenét hallgatni, vagy hangszórót a telefonhoz, vagy telefon tablettartót, ahonnan tudja nézni, vagy hallgatni. Nekem nagyon sokáig fájt a fogam egy
akkumulátoros porszívóra, vezeték nélküli porszívóra. Aztán ezt most nemrég megkaptam és imádom, de nagyon népszerűek most a robot porszívók is, vagy vannak egészen extra felmosók, akár gépek, akár konkrétan a vödör, meg mop kombó, ezekről nem tudom nyilatkozni, mert nekem sima mopom van. Telefonom közben úgy döntött, hogy elég belőlem, most már nem húzom sokáig, ígérem. Tehát a mopoknál szakadt meg a történet. Lehet aztán itt élményekben is gondolkodni, mi most már az utóbbi időben nagyon szívesen kapunk és ajándékozunk élményeket egymásnak. Én most a 30. születésnapomra a férjemtől, családomtól tandemugrást kaptam, amit sajnos a vírus helyzet miatt még nem tudtam beváltani, pedig már nagyon várom. De most egy nagyon jó barátnőnknek vitorlásozást vettünk ajándékba, vagy lehet hőlégbalonozás. Tudom, hogy ezek nagyobb falatok, nagyobb tételek, de most itt nem csak a karácsonyra akarok kitérni, hanem jeles alkalmakra, kerek születésnapokra, ilyesmikre is jó ötlet lehet ez, kinek mik a lehetőségei. Lehet itt gondolkodni abban, hogyha valaki édesanya, nap 24 órájában munkában van, háztartásbeli gyerekeket nevel, egy szabad nap, amit akár a barátnőkkel, akár a párjával eltölthet, egy romantikus nap, vagy csak egy kikapcsolódás, egy szépítkezés, egy kényeztető nap ajándékba, ahol mondjuk van benne haj, smink, arckezelés, kozmetikus, pedikűr, manikűr, masszázs, akármi ilyesmi, vagy csak egy nap, amit úgy tölt el, ahogy ő akar. Aztán az utazások, akár külföldre, akár belföldre. Anyukámnak mindig is nagy vágya volt eljutni Disneylandbe, az 50. születésnapjára ezt kapta tőlünk, és a mai napig mosolyog, hogyha szóba kerül. Fantasztikus élmény volt. Vagy testvérkémtől most azt kaptam, hogy mi nagy Harry Potter rajongók voltunk, meg szeretjük a mai napig, hogy majd, amikor már lehet, akkor elutazunk Angliába, a Harry Potter élményparkba. De lehet ez bármilyen kirándulás, színházi jegy, koncertjegy, stand-upra belépő jegy, vagy ilyesmik, akár egy fotózás családdal, barátnőkkel, vagy csak egymagában, akár szintén ilyen szépségcsapattal összekapcsolva. Aztán attól függően, hogy kinek milyen a hobbija, szerintem sokan örülnének egy tanfolyamnak, legyen az smink tanfolyam, varró tanfolyam, sütés-főzés, torta, süteménydíszítés, vagy sütés, fotózással kapcsolatos tanfolyam, vagy nyelvtanfolyam, vagy valamilyen kreatív tanfolyam, festés, rajzolás. Lehet itt aztán olyasmit megvalósítani, amit az illető nem enged meg magának, de vágyik rá. Legyen ez egy lézeres kezelés, egy lézeres terápia, egy hajkezelés, egy tetoválás, egy szolárium bérlet, egy masszázs bérlet, egy konditerem bérlet, vagy tánc tanfolyamra bérlet. Bármi ilyesmi. Rengeteg ajándékutalványt lehet kapni, most már a cégek mindenféle területen szívesen adnak ki ajándékutalványt, könyvre, sporttevékenységre, ruházati szaküzlet, kertészet, lakberendezési áruház, ha az aktuális, akkor bababolt, vagy drogéria, illetve mikor tavaly mi nagyon tanácstalanok voltunk, hogy a nagymamámnak mégis mivel készülhetne Jézuska, akkor magazin előfizetést választottunk neki, amit tudtuk, hogy többször is megvett már magának egy-egy számot. Készítettem már születésnapra ajándékba, de láttam már NASA ajándékba is ötletes túlélő dobozkát. Ebbe akkor én a barátnőnknek raktam, hogy is volt, rágót, csokit, fájdalomcsillapítót, szexi fehérneműt, tampont, zsebkendőt, jegyzettömböt, raktapaszt, körömlakkot, vagy itt tényleg csak a képzelet szabhat határt. Lehet választani nagyon különleges ékszereket, készülnek már textilből, fából, újrahasznosított anyagokból,
ékszerek, illetve készítenek már akár anyatejből, vagy készítenek a picinek az első levágott hajfürtjéből is, ami örök emlék maradhat. Nagyszülőkkel kapcsolatosan nálunk mindig nehéz volt a választás Atis szüleinek, mert ők is egy berendezett háztartásban élnek, amire szükségük volt, megvették maguknak, és hogyha egy-egy háztartási gép elromlott, akkor idézőjelben még örültünk is neki, hogy van ötlet, de ők nagyon szeretnek otthon lenni, nagyon szeretnek bízni, ők nem járogatnak el sokat, nem szoktak színházba járni, vagy ilyesmi, ami esetleg lehetőség volt. Szegény szerző, akit az apósom nagyon kedvel, nem győzött annyi könyvet kiadni, amennyit mi meg szerettünk volna neki venni az év során. Horgászik, horgászfelszerelésben is próbáltunk gondolkodni, vagy horgászattal kapcsolatos könyvekben. Az anyósomnál volt sár pénztárca, de hát ez is véges, vagy rejtvénykönyv, biciklire vettünk üléshúzatot, mert télen is biciklivel jár dolgozni. Készítettem nekik az esküvőnk után egy fotóalbumot az esküvőnkről, készítettem aztán az unokákról. Kaptak egészen pici kis fotóalbumot, amit a táskájába is be tud tenni, el tudja vinni magával és bárhol megmutatni, vagy nagy képkeretet, amiben több kép fér bele, és akkor abban tudom is cserélni, ahogy a gyerekek cseperednek a fotókat. Készítettem nekik naptárat a fotóinkkal, de ezt cégeknél is meg lehetne csináltatni, viszont vannak rá ingyen elérhető programok az interneten. Most már megegyeztünk abban, hogy a felnőttek egymásnak csak nyamnyamot, valami desszertet vagy finomságot kérnek a Jézuskától. Ilyenkor én most a helyi dolgokban szoktam gondolkodni. Az önkormányzatunk finom savanyúságokat készített, szörpöt, lekvárt, befőttet. Van méhész is a faluban, akitől vettünk mézet, vagy mézes csemegét, amiben olajos magok voltak, készítettek ők gyertyát is. Én magam grillást készítek, vagy készítettünk bele mézes kalácsot, kis kekszet, amit szépen becsomagoltunk. És aposomnak pedig van itt több termelő, aki bort is, aki borászkodik, és akkor tőlük vittünk neki bort. Amikor kicsit jobban belemelegettünk édesanyámmal a saját készítésű ajándékokba, akkor volt itt narancslekvár, készítettünk mézes kalácsházat, én most már grillás házikókat készítek, sütöttünk panettónét, vagy püspökkenyeret, készítettünk bombont, vagy fűszerolajat, szép üvegekben elrakva, ugye az időben kell gondolkodni, mert az jó, hogyha áll egy darabig még, és így próbáltuk egy kicsit személyesebbé tenni ezeket a kis meglepetéseket. Ennyi volt az, amit én most itt hirtelen felírtam magamnak. Bízom benne, hogy nem soroltam föl nektek egy csomó mindent, amire azt mondjátok, hogy köszi, ezt már tudtuk. Ha mégis nagyon tanácstalanok vagytok, én nagyon szeretek ajándékokkal kapcsolatban ötletelni, úgyhogy keressetek bátran kommentben vagy üzenetben, és hát ha személyre szabottam már egy kicsit célirányosabb a dolog. Én most már úgy gondolom, hogy fejben a Jézuskával már összehoztuk a dolgokat, meg szépen alakulnak most már gyakorlatban is majd az ajándékok. Remélem, hogy nem lesz itt a végén nagy kapkodás, és gondoltunk mindenkire. Remélem, hogy ti is megtaláltátok itt most a nektek kellő ihletet vagy információt. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek jelezzétek. További jó készülődést az ünnepekre, és jó éjszakát, szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!